kislány várja a farsangot, meg megmutta a magányosságot. Az asszonyfarsang eredete a 15. századra nyúlik vissza. Az asszonyok számára az év folyamán azt az egyetlen alkalmat jelentette, amikor az egyébként szigorúan kötött életrendjüket rövid időre megszakítva, mulatozással, tánccal töltötték el. Ezt a régi szokást szerették volna felidézni a rendezvény szervezői, így például a piacra látogató hölgyeket megvendégelték süteménnyel, itallal. A nők ingyen fogyaszthattak, míg a férfiaknak csak akkor nem kellett a zsebükbe nyúlni, ha babos kendőt kötöttek. Az elmúlt két év és a háború sem tett jót a piac látogatottságának, ezért is fontosak az olyan jellegű rendezvények, amik vonzák a látogatókat, ugyanakkor kisebb költségvetésből is megvalósíthatóak. A rendezvényt ezért szervezte meg hagyományteremtő céllal, az árusok segítségével és civil szervezetek közreműködésével a piac vezetője. Hogy valamivel földobjam az ide látogató vendégek számát, ezért találtuk ezt az asszonyfarsangot. Ezt kisebb költségvetésből meg tudjuk oldani, mint a disznóvágást, ahol mégis két disznó komolyabb költség a feldolgozás embereknek fizetni. De ennek a rendezvénynek a költségeit, az italokat, a süteményeket, a zenészeket, ezeknek mert ennek van anyagi vonzata, ezt az árusok dobták össze, ők hozták a süteményeket, az italokat, az árusok fizették a zenészeket. A város önkormányzata nagyra értékeli a civilek összefogását, szervezőkészségét, hisz ők élik itt a mindennapokat, és találják ki, milyen programmal lehetne színesíteni a város életét. Nemság van itt, pezseg az élet, és a szervezők ugye nem csak ilyenkor farsang farkán, hanem amúgy is jó érzés, hogy ahogy szétnézünk a városba, ők mindig valamit szerveznek, kicsit vidámabbá téve hévíznek az életét, ezért köszönet ezért. A remek hangulatot és a talpalávalót az Alapáti Harmonika zenekar szolgáltatta, és hatalmas sikerük volt, sokan táncoltak, sőt dalokat is kérhettek a zenekartól a piacra látogatók. A farsangi rendezvények elmaradhatatlan kísérőjét, a fánkot is középpontba helyezték az asszonyfarsangon, hiszen fánk versenyt tartottak, a legjobbakat pedig jutalmazták is. Nagyon finom, jó a tésztája, nagyon, köszönöm szépen. A fánkokat bírálók között szakmai tekintélyek is helyet foglaltak. Kövérné Kalmár Mónika cukrászda tulajdonos és több receptkönyv szerzője elmondta, nehéz dolguk volt, mert finomabbnál finomabb fánkok készültek. Először is nagyon nehéz dolguk volt, tehát 25 féle fánkot kellett itt gyorsan végigkóstolni, és nagy része azért azt mondhatom, hogy igazi remek mű. Látszik rajta, hogy, és talán ez a legfontosabb, hogy szívvel készült süteményekről van szó, régi hagyományos receptekről, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a hagyományok életben maradjanak, és ezért is gondolom nagyszerű kezdeményezésnek ezt a fánkversenyt. Tehát nehéz dolgunk volt, a kritériumok pedig azok voltak igazából, hogy a maga fánknak a fajtájához képest a jellemzőinek megfelele. Tehát mondjuk egy csöröge fánk legyen ropogós, egy farsangi fánk legyen szalagos, egy rózsafánk legyen ropogós, túrófánknál inkább ugye az íz és a tömörség, vagy hát az íz az nyilván mindegyiknél, de a túrófánknál az ízesítéssel lehet inkább kitűnni. A zsűrinek nehezen ugyan, de végül sikerült dönteni. A verseny legjobbjának egy klasszikus szalagos fánkot választottak, míg a második helyen egy csöröge fánk végzett, a harmadik helyezést egy különleges, sós, medvehagymás fánk nyerte el. A szalagos fánknak ott a tésztának kell megállnia a helyét, maximum egy kis lekvár tud ugye rajta segíteni, de ez a fánk, ez önmagában is nagyon finom volt, Kuti Veronika készítette. Az első asszonyfarsangon sokan bújtak ötletes és kreatív jelmezekbe, és vettek részt a jó hangulatú, hagyományteremtő eseményen. Én nagyon örülök ennek, hogy a hévízi vállalkozók próbálják azt az űrt kitölteni, ami most valahogy kialakult, mint egy vákum, hogy eddig itt nem volt bent semmi, a vákum nem szívott össze semmit, de most összefogtak, és ebben nagy százalékban nők vannak benn, akik hajlandók különböző jó ötleteket kitalálni, mint például ez a piaci, különböző rendezvények a piacon. De látom, hogy nagyon sok idegen, sok hévízi
környékbeli is eljön. Tehát ez mind azt igazolja, hogy hiányzik az embereknek ezek a közösségi összejövetelek. Az első asszonyfarsang hatalmas sikert aratott a piacra látogatók körében, a tervek szerint jövőre is megszervezik, hisz hagyományteremtő céllal hívták életre.